Az ügyeleti központ figyelemmel kíséri a magyarországi megbetegedési adatokat és az európai országok járványügyi helyzetét. A bevezetett intézkedéseket, információkat gyűjtenek, értékelik és javaslatot tesznek az operatív törzsnek a döntések meghozatalára, mondta el a sajtótájékoztatón Lakatos Tibor, a központ vezetője. Hozzátette, a járványügyi készültség idején is folytatták a munkájukat. Ez kiegészült az augusztus végi időszak tapasztalatai kapcsán a határellenőrzés ismételt bevezetésével, hiszen a magyar kormány arról döntött, hogy a belső határokon is visszaállítja a határellenőrzést, és az országba csak azok léphetnek be, akik az aktuális járványügyi feltételeknek megfelelnek, úgyhogy munkatársaim jelenleg is a belső határokon végzik ezt a tevékenységet. A rendőrség emellett 56 ezernél is többször ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak betartását elektronikus úton, és 1 millió alkalommal hagyományos úton. A tavaszi hullámhoz képest mutálódott a vírus, így most már más intézkedéseket kell betartani, mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A jelenlegi második hullámban egy másik stratégiát alkalmazunk a járvány kezelésére. Láthatjuk az adatokból, hogy míg tavasz folyamán elsősorban az idősek voltak érintettek a járványban, ebben a szakaszban, a második hullámban jellemzően a fiatalok érintettek. Egészen pontosan a mai helyzet alapján a 20-29 éves korosztály a leginkább érintett a pozitív esetek számát tekintve. Náluk azonban a betegség enyhén vagy tünetmentesen zajlik, de tovább tudják adni a vírust az időseknek és a krónikus betegségben szenvedőknek, hívta fel a figyelmet Müller Cecília. Hétfőtől szeptember 21-től több szabály is megváltozik Magyarországon, emelte ki. A maszkokat már nem csak a tömegközlekedésen és az üzletekben kell viselni, hanem a színházakban, mozikban is. Fontos, hogy csak orvosi vagy textilmaszkot lehet viselni, a kendő vagy más ruhadarab többé nem megengedett. Müller Cecília megerősítette Orbán Viktor magyar kormányfő pénteki bejelentését, mely szerint hétfőtől a szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva. Az országos tiszti főorvos elmondta, európai mintára döntöttek úgy, hogy a hatósági házi karantént 10 napra csökkentik.